Már 8. alkalommal tartottak közös rendezvényt többek között bőrgyógyász, urológus és nőgyógyász szakemberek Nyíregyházán. Az idei tudományos ülés célja a szexuális úton terjedő megbetegedések elleni védelem és a prevenció népszerűsítése volt. Szabolcs-Szatmár Bereg megyében főleg a szifiliszes megbetegedések száma a nagy. Ebben a megyében nagyon sok a szifiliszes megbetegedés, nagyon sok a gonorrhás megbetegedés, és ez a tudományos ülés arra is jó, hogy fotókkal, betegbemutatásokkal a társszakmáknak is felhívjuk a figyelmét erre a dologra, és időben kerüljenek ellátásra ezek a betegek. Nagyon sok a terhes szifiliszes megbetegedés, a tünetes terhes, és nagyon sokszor ugye a kollégák, mivel régen nem volt ez a betegség így előre hallott, magas számban, nem ismerik fel a tüneteket, és ennek a célja az, hogy felismerjék és korán le legyenek kezelve, hogy ne szülessen sok konnatális szifiliszel gyerek. Ami 2016-ban 52 szifiliszes esetet kezeltek Nyíregyházán, idén ez az adat már augusztus végén elérte a 48-at. Ez súlyosbítja, hogy közülük 12-en kismamák voltak. A terhesség 16. hetében kötelező lenne egy szifilis elleni szűrővizsgálat, de sok kismama egyáltalán nem járt terhes tanácsadásra sem. A magzatot súlyos következményeknek teszik ki ezek az anyukák. Jellemzően fejlődési rendellenességgel és hólyagos bőrelváltozásokkal születnek meg ezek a gyermekek, de magas a halva születések száma is a szifiliszes terhes nők körében. De hangsúlyozták még a méhnyakrák elleni éves szűrővizsgálatokat is. A betegségre nincs gyógyszer, korai stádiumban kiszűrhető és gyógyítható, megelőzni oltással lehet. Magyarországon már 3 éve népegészségügyi program keretében kapják meg a 7. osztályos lányok ezt a vakcinát. Évente körülbelül Magyarországon olyan 1800 hölgynél fedezünk fel méhnyakrákot, és ebből 450-en minden évben meghalnak. Ezzel az a baj, hogy ez most már évek óta beállt, és ez az európai átlagnak a duplája. És ez egyrészt a szűrési fegyelem, a szűrés hatékonysága, másrészt meg ugye, hogyha az oltásokat elkezdjük nagy mennyiségben, minél fiatalabban, az ennek várható a csökkenése, de ehhez el is kell menni szűrésre. Az oltásnak csak alsó korhatára van. 9 éves kor után bárki megkaphatja, nők és férfiak egyaránt. A vakcina minden korosztálynál kifejtheti a védő hatását.